Németországból, Romániából, Csehországból, Szlovákiából és Lengyelországból is érkeztek versenyzők a kétnapos versenyre. Az előző évhez hasonlóan közeli létszám jelentkezett a versenyre, az idei évben pedig közel az egyharmada a külföldi versenyző, illetve a kétharmada magyarországi versenyzők, fővárosból, illetve a 19 megyéből jelentkeztek tűzoltók, így Vas megyéből is vannak jelentkezőink, illetve versenyzőink, közel 10 fős létszámmal. A védőruha súlya is számottevő, de még egy 80 kilós bábut is cipeltek ezen a versenyen az életmentő szakemberek. A pálya végén egy 3 méter magas paravánon kellett átmászniuk. A 70 méter hosszú tömlővel is birkózniuk kellett a tűzoltóknak. Körülbelül 50 kiló vagyok, tehát nekem a súlyom miatt is egy igazán emberpróbáló feladat, ami nekem nagyon nehezen ment a tegnapi nap folyamán is, ugye a tömlő húzás, a fizikát nehéz átverni, tehát az nagyon megerőltető volt, de a többi én úgy gondolom, hogy gyakorlással a technikát ki lehet dolgozni, hogy sikerüljön. Ezekkel a feladatokkal a katasztrófavédelmi szakemberek a mindennapi tevékenységük, vagyis a mentések során is találkozhatnak. Alapvetően a tűzoltók teherbíró képességét, a mentális felkészültséget mérte a verseny, de más haszna is volt. Volt egy hölgy versenyzőnk, aki elsőre jött a TFA-n, ő egy önkéntes tűzoltó búcsúban, és úgy jött ide, hogy rajtunk kívül senkit nem ismert, és tegnap állva tapsolt neki 100 ember legalább a pályán, és szurkoltunk neki, hogy végigcsinálja. Tehát én úgy gondolom, hogy csapatépítés szempontjából a legjobb esemény. A nemzetközi verseny kísérő rendezvényein a gyerekek is ízelítőt kaphattak a tűzoltók munkájából, füstelteli sátorba mehettek be légzőkészülékkel, és a tömlőt is kipróbálhatták.